Sziasztok, köszöntök mindenkit a Horrortékában, én Damina Dáj vagyok, és ebben a videómban a Holló című filmről fogok beszélni, viszont ez nem egy kritika lesz, és még csak nem is rangsorolás, hanem egy pár érdekességet fogok elmondani a filmmel kapcsolatban, leginkább két dologra fókuszálva, az egyik a filmnek a címe, a másik pedig a filmnek a műfaja, ugyanis arról szeretnék beszélni, hogy mennyire sorolható bele ez a film a horror műfajba, vagy hogy egyáltalán annak mondható-e, vagy sem. Tartsatok velem! Című film, illetve az egész széria számomra nagyon sokáig egy jó nagy kimaradás volt, ugyanis én annak idején, és ez már tényleg régen volt, alig egy pár részletet láttam a második, illetve a harmadik részből, és aztán annyi. Tehát én a folytatásokat, és ezért is mondtam azt, hogy ez a videó nem egy rangsorolás lesz, tehát a folytatásokat én még egyelőre egyiket sem láttam, illetve ugyebár a remake-et azt egyelőre még be sem mutatták, az ugyebár még bemutatás előtt áll. És aztán itt van az eredeti film, az eredeti a Holló című film, amit én most láttam először erről a DVD-ről, egyelőre még csak egyetlen egyszer. Ezt a DVD-t egyébként Farkas János nézőmtől kaptam ajándékba, és ezúton is nagyon szépen köszönöm. Megnéztem a filmet, viszont ahogy mondtam, ez a videó még csak nem is egy kritika lesz, tehát nem lesz tartalomismertetés, illetve a véleményemet is részletesebben valószínűleg majd egy másik videóban fogom elmondani, úgyhogy most csak nagyon röviden egy pár mondatban annyit mondanék így vélemény szempontjából, hogy hát az a helyzet, hogy nagyon tetszett a film. Igen, tehát nagyon tetszett ez a film nekem. A hangulat, a helyszínek, a képi világ, a történet, a karakterek, a színészek, a zene, az akciójelenetek, vagy éppen a véres jelenetek. Szóval igazából összességében az egész film eléggé tetszett nekem, úgyhogy ja, ugye összességében nagyon is meg vagyok elégedve ezzel a filmmel, de mondom majd részletesebb vélemény, valószínűleg egy későbbi videó folyamán. Úgyhogy akkor most térjünk rá arra, amiről ebben a videóban szeretnék beszélni ezzel a filmmel kapcsolatban, mégpedig néhány érdekesség, legelőször is a film címével kapcsolatban, utána pedig a műfajával kapcsolatban. Úgyhogy akkor térjünk rá legelőször is a filmnek a címére. Szóval, az eredeti angol cím The Crow, a magyar cím pedig az, hogy ugyebár, hogy a Holló. Na most, hogyha az eredeti angol címet le akarom fordítani magyarra, illetve hogyha a magyar címet le akarom fordítani angolra, akkor az a helyzet, hogy kicsit mást kapunk. Ugyanis a Crow magyarul azt jelenti, hogy varjú. A Holló pedig angolul azt jelenti, hogy Raven. Tehát itt nem igazán ugye az a magyar cím, mint ami valójában az eredeti angol cím. Igaz egyébként, hogy a Holló, illetve a varjú az két olyan madárfaj, ami nagyon hasonlít egymásra, de azért mégiscsak két különböző madárfajról van szó. Úgyhogy érdekes, hogy a magyarban a Holló címet kapta a film, és hogy ez vajon miért történhetett, hogy mondjuk szimpla figyelmetlenségből, vagy félre lett fordítva, vagy nem érdekelte őket a dolog. Szóval, hogy mit történhetett pontosan, hogy miért lett lényegében varjú helyett Holló? Jobban hangzott az, hogy Holló, mint csak az, hogy varjú. Tehát, hogy pontosan mi történhetett? Hát ezt sajnos nem lehet tudni, viszont azért jöjjön egy pár érdekesség itt tényleg a címmel kapcsolatban még. Szóval, kezdjük azzal, hogy ez a film, ez egy képregény adaptáció. Az eredeti képregény Amerikában 1989-ben jelent meg, itt fel is írtam magamnak egy pár információt, pont el szeretnék nektek mondani. Szóval 1989-es az eredeti képregény, és az eredeti képregénynek is az az angol címe, hogy The Crow, tehát ugyanaz, mint ami ugyebár a filmnek angolul, tehát lényegében varjú. Na most maga a film adaptáció az néhány évvel később, 1994. május 13-án lett bemutatva, akkor volt a premier Amerikában, Magyarországon pedig ezt követően egy pár hónappal, mégpedig 94. szeptember 8-án. És ha jól tudom, akkor a képregény Magyarországon legelőször tavaly, tehát 2023-ban jelent meg. Tudtommal korábban nem adták ki, de hogyha esetlegesen tévedek, akkor javítsatok ki, írjátok meg hozzászólásban. De úgy tudom, hogy tavaly jelent meg először
ez a képregény, az eredeti képregény magyar nyelven, mégpedig a Gabó kiadónál, és maga a képregény magyarul a Holló címet kapta, ugyebár valószínűleg a film után. Ugyebár ez hiába egy képregény adaptáció, Magyarországon ugyebár a film volt először, és csak utána jött a képregény, ugye jó sok évvel később. Ugye annak idején 94-ben bemutatták a filmet mozikban, majd utána ugye jött a VHS, valamint a DVD megjelenés is, és ugye sok évvel később a képregény, és hát ugye mivel annak idején valaki, ugye most az akkori forgalmazó, vagy éppen fordító, nem tudom, hogy szinkronnal, vagy felirattal mutatták ebbe a filmet, de lényegtelen, ugye készült hozzá egy fordítás, tehát hogy akkor most tényleg ott a fordító, a forgalmazó, vagy kicsoda, de a Holló címet adta ennek a filmnek magyarban, és hát ugye, hogy össze lehessen kapcsolni a kettőt egymással, persze, hogy a képregény is a Holló címet kapta. Ez most egy picit olyan, mint amikor a X-Men képregényekben ugyebár a Wolverine az rozsomákot jelent, és rozsomáknak is fordították a képregényekben, viszont aztán az X-Men filmekben valamiért a magyarban farkas lett. Pedig hát a farkas meg a rozsomák az két különböző állat, szóval közel nincs egymáshoz a kettőnek tudtommal, úgyhogy a Wolverine-nek rozsomáknak kellett volna lennie a filmekben a magyar szinkronban és feliratban is, nem pedig valamiért farkasnak. Úgyhogy ez így érdekes dolog, na de mindegy, térjünk vissza a Holdóra, vagy angolul The Crow-ra. Szóval az eredeti képregény is ugye angolul The Crow, a film is angolul The Crow, tehát lényegében a varjúnak kellett volna lennie a filmnek, hogy aztán ugye a képregény is azt a címet kapja meg Magyarországon, de valamiért Holdó lett, csak hát ezt nem nagyon fogjuk megtudni, hogy miért. Viszont ugyanakkor hiába The Crow, tehát varjú az eredeti cím, ugye a képregényben is, meg a filmben is. És hiába ugye a történet szerint egy varjú van a filmben, mégis vannak hollós utalások, vagy hát hollós dolgok a filmben. Ami egy érdekes, tehát nem véletlen, hogy itt igazából van némi katyvasz ezzel kapcsolatban, vagy hogy esetlegesen itt összezavarja az embereket ez a dolog. Meg hát ugye, ahogy mondtam, tényleg a holló, meg a varjú két eléggé hasonlító madárfaj. Tehát keressetek rá Google-ben, nézzetek képeket mindkét állatról, tényleg nagyon hasonlóak egymásra. No de, szóval, a filmben a hollós dolgok. Legelőször is, ugye a film elején van egy narráció, és ott az angolban The Crow-nak mondja, tehát varjúnak, és ugye ahogy mondtam, történet szerint is ugye elvileg Crow, tehát varjúról van szó, mégis vannak ilyen furcsa hollós dolgok. A legelső az például az, hogy a Brandon Lee által alakított ugye a fő karakterünk Eric Draven. Így hívják a filmben, illetve az eredeti képregényben is, hogy Eric Draven. Na most, hogyha a vezeték nevét nézzük, és a Draven szóból levesszük a kezdőbetűt, a D betűt, akkor azt kapjuk meg maradékként, hogy Raven, vagyis holló. Aztán van egy olyan jelenet a filmben, amikor Eric elmond egy részletet Edgar Allan Poe a Holló című verséből, ami eredeti angol címén The Raven, tehát igen, azt hollónak fordították a magyarban is, ahogy azt kellett. De mégis elhangzik egy részlet ebből a Holló című versből. És aztán még egy dolog, ami talán a legnagyobb és legérdekesebb dolog, hogy akárhányszor látunk egy madarat a filmben, az valójában nem egy varjú, hanem egy holló. Bizony, a forgatáson egy hollót használtak, vagy hollókat használtak a filmhez, nem pedig varjukat. És ez is érdekes, hogy igen, tehát ott van a narrációban a varjú, ugye az angolban Crow, ott van a filmnek a címe, hogy Crow, a mitológia szerint egy varjúról van szó, egy Crowról van szó, és mégis valamiért hollót használtak a forgatáson a filmben, vagy azért, mert nem tudom, talán könnyebb idomítani egy hollót, vagy azt tudtak szerezni varjú helyett. Hát ezt sajnos én nem tudom, nem értek a madarakhoz, meg nem tudom azt, hogy mi történt annak idején, amikor ezt a filmet forgatták, de akkor is érdekes, hogy egy hollót használtak. De hát az is, hogy nem érdekelte őket a dolog, mert úgyis hasonlít egymásra a két madár, hogy talán nem fog feltűnni a nézőknek, nem tudom, de igen, tehát és ugye ez van-e esetlegesen annak köze, hogy végül a magyarban holló lett a címe, bár nem hiszem egyébként. Úgyhogy érdekes egyébként tényleg, hogy ugye elvileg varjúnak kellene lennie, ugye a történet meg mitológia szerint arról van szó, de mégis hollót látunk valójában a filmben, és hogy a magyar cím is holló lett, pedig varjúnak kellene lennie, úgyhogy vannak ilyen kis ellentmondások, ilyen kis érdekességek így a címmel meg a madárral kapcsolatban, úgyhogy ez így tényleg érdekes szerintem, hogy,
hogy ez így alakult, vagy hogy így csinálták meg a filmet, meg hogy így alakult ugye a magyar cím. De kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, tehát szerintetek jó magyar címe az, hogy a Holló. És hogyha igen, akkor azért jó, mert már megszoktátok, vagy tényleg jó az a magyar cím? Vagy esetleg Varjúnak kellene lennie a magyarban? Írjátok meg hozzászólásba, hogy ti mit gondoltok. Most pedig akkor térjünk át a második témánkra a filmmel kapcsolatban, mégpedig arra, hogy ez a film nevezhető-e horrorfilmnek. Ez ugyanis már többször is felmerült így ez a kérdés, hogy vajon horror-e a Holló? Még tőlem is megkérdezték egyébként, de akkor még nem láttam a filmet, úgyhogy nagyon nem tudtam belemerülni ebbe a válaszba. De utána néztem az interneten, illetve ugye megnéztem a filmet. És az helyzet, hogyha tényleg, hogyha rákeresünk az interneten, mondjuk akár a Google-be megnézzünk nézői véleményeket, vagy mondjuk felmegyünk több filmekkel kapcsolatos, filmekkel foglalkozó weblapra, akkor igazából nagyon sok helyen így is írják, meg úgy is írják. Tehát hoztam egy pár példát. Az IMDb, hogyha megnézzük a filmnek az alatlapját, ott több műfaj is el van sorolva, és ott van közöttük a horror. Hogyha megnézzük bármelyik folytatásnak, vagy akár a remake-nek az adatlapját az IMDb-n, azoknál is fel van sorolva a horror a műfajok között. Aztán az Amazon Prime, vagy hát a Prime Video streaming szolgáltatón a magyaron nincs fent a Holló című film, és tudtam, hogy egyik streaming szolgáltatón sincs fent a Holló című film, viszont külföldön a Prime Videón fent van. És a külföldi Prime Videós adatlapján a Hollónak a horror műfajt írják. Aztán a Blu-ray.com-on nem írják horrornak. A Wikipédián szintén nem írják horrornak. Viszont, hogyha mondjuk megnézzünk több konkrétan a horror műfajával foglalkozó akár weblapokat, akár magazinokat, akár YouTube csatornákat, szinte mindegyik foglalkozik a Hollóval. Akár az eredeti filmmel, akár a folytatásokkal, akár ugyebár manapság a remake-kel, hiszen jelenleg ugye az áll bemutatás előtt ugye nagyon sokat foglalkoznak most azzal a filmmel, és bizony konkrétan horror magazinok, horror weblapok, horror YouTube csatornák is foglalkoznak ezekkel a filmekkel. Ugye nem olyan régen a Horoscope csatornán is volt egy ismertető a Holló című filmről, jelenleg az én csatornámon néztek egy videót a Holló című filmről, és ugye én is ugye elsődlegesen a horror műfajával foglalkozom. Úgyhogy igen, tehát foglalkoznak ezzel a filmmel, ezzel a szériával horror weblapok is, horror YouTube csatornák is. Úgyhogy lényegében hol ezt írják, hol azt írják, hol horrornak is mondják, hol pedig nem. Én például találkoztam már olyan véleménnyel is, hogy gótikus horrornak nevezték ezt a filmet. Szóval az én véleményem egyébként, hogy ez a film elsődlegesen inkább fantasy, akció, thriller, de egyébként vannak benne dráma elemek, meg ilyen bűnügyi krimiszerű elemek is, de ugyanakkor szerintem is vannak benne horror elemek is. Tehát, hogy most egy pár dolgot mondjak, szóval azért van benne vér, meg van benne gore jelenetek, vannak ilyenek benne. Aztán ugye maga a történet is tartogat némi horrort számunkra, tehát eleve az, hogy brutálisan megölnek, illetve megerőszakolnak egy nőt, és megölik annak a férjét is elég brutálisan, és aztán az a férfi visszatér a halálból. És ugye nem zombiként, de azért mégiscsak egyfajta ilyen természetfeletti élő halottként, tehát nem konkrét emberként jön azért vissza. Tehát akárszor lelövik, ugye semmi baja nem lesz, begyógyulnak a sérülései. Úgyhogy vannak itt a történetben is horror elemek, ugye jelenetek is vannak olyanok, amik eléggé horrorisztikusak azért. Tény, hogy nem ezek vannak benne nagy számban, nagy százalékban. Tehát, hogyha mondjuk most fel kéne azt állítani, hogy melyik műfaj hány százalék ebben a filmben, valószínűleg a horror lenne benne kevesebb, mint sem mondjuk a fantasy vagy az akció, de azért ott van benne a horror is. És azt azért szerintem fontos megemlíteni, hogy egy film nem csak egy műfaj lehet. Egy filmet nem kötelező, nem muszáj csak egyetlen műfajba besorolni. Egy film tényleg lehet több műfaj, vagy akár több alműfaj is. Éppen ezért láthatjuk azt az IMDb-n, vagy akár más weblapokon is, hogy a Hollónál fel van sorolva több műfaj is. Azt hiszem a thriller, az akció, a fantasy, a horror, meg talán még a dráma, tehát legalább ilyen öt műfaj fel van sorolva az IMDb-n. Úgyhogy éppen emiatt, hogyha felmerül az a kérdés, hogy vajon a Holló horrornak számít-e,
100%-ban nem. De valamilyen részben szerintem igen. Meg aztán ott van az is, hogy Halloweenkor játszódik, ami persze nem egyenlő azzal, hogy akkor rögtön horror valami, mert Halloweenkor játszódik, vagy a halloweeni időszakban játszódik, de azért szerintem az is hozzátesz. Főleg, hogy ugye horror körökben a Halloween-t imádjuk. Meg aztán, hát emiatt sem feltétlenül lesz ugye egy film horror, de ott van benne Tony Todd, akit ugye szintén horror körökben nagyon is kedvelünk, hiszen ő egy eléggé nagy horror színésznek is számít. Ugye Kampókéz többek között, vagy akár Végső állomás többek között. Úgyhogy vannak benne ilyen-olyan dolgok, amik miatt szerintem simán belefér a horror műfajba, csak éppen nem elsődlegesen nevezhető horrornak, nem nagy százalékban nevezhető horrornak, de valamilyen szinten szerintem az is. Úgyhogy én például, amikor megnéztem ezt a filmet, így rögtön az jutott utána eszembe, hogy ezt a filmet én a horror gyűjteményembe fogom felrakni. Ugye itt van tőlem jobbra a nem horror, mögöttem a horror gyűjteményem, és ugye valahova helyet kell neki csinálni, valahova fel kell rakni, és akkor így gondolkoztam rajta, és szinte rögtön az jutott eszembe, hogy szerintem én ezt a horror műfajhoz fogom oda tenni. Mert hogyha valamilyen szinten is horrornak lehet nevezni ezt a filmet, akkor én már a horror gyűjteményembe teszem azt a filmet, és szerintem ez oda sorolható. Úgyhogy ez majd ide fog felmenni mögém a polcra, a többi DVD közé. Úgyhogy röviden ennyit mondanék el most ebben a videóban a Hollóról, vagy a The Crow című filmről, a Varjúról. Igen, tehát így gondoltam, hogy érdekes az, hogy tényleg mi történt a filmmel, a címével kapcsolatban, a benne lévő madárral kapcsolatban, illetve ugye mivel ez egy olyan kérdés, ami többször is felmerült már, hogy horror-e, ezért ezzel kapcsolatban is így gondoltam, hogy beszélek egy keveset. Úgyhogy ez volna az én véleményem, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ti mondanátok ezt a filmet, akár csak kis százalékban is horrornak, vagy egyáltalán nem, vagy akár nagyon. Ti hova teszitek a gyűjteményben? A horrorfilmek közé, vagy a nem horrorfilmek közé? Úgyhogy igen, ennyi volna. Úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok mindkét témában a véleményetekre, horror műfaj szempontjából is, meg ugye a cím szempontjából is, ugye a Holló Varjú dolog. Szóval ennyit erről egyelőre, és aztán majd, hogyha valamikor megnézem a folytatásokat, meg a remake-et, akkor esetlegesen lehet, hogy lesz majd erről a szériáról egy rangsorolás. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon, minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. Hogyha szeretnétek valamit kérdezni, hogyha megírnátok a véleményeteket, akkor azt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg, vagy a Facebook csoportomban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!